Eredményesen zárult a Komárom-Esztergom megyei önkormányzat és konzorciumi partnerei, a Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal, valamint a Komárom-Esztergom megyei területfejlesztési Kft. Által megvalósított foglalkoztatási paktum megvalósítása Komárom-Esztergom megyében című projekt. Az október 11-én Komáromban a Monostori erődben tartott záró rendezvényen elhangzott, a képzésekbe és a foglalkoztatást elősegítő programokba 223 hátrányos helyzetű álláskeresőt vontak be. A 344 millió forint uniós támogatás segítségével zárult programról Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke beszélt tévénknek. Nagyon jó, hogy itt lehetünk Komáromban, köszönjük Komárom városának azt, hogy befogadott minket, és vendégül lát ezen a gyönyörű napon. Akkor jöttem ide be, és a vadgesztenyéket rögtöstem odébb a lábammal, akkor úgy éreztem magam, mint annak idején a Primás-szigeten Esztergomba gyerekkoromba. Tehát csodálatos környezet és csodálatos az idő, és egy nagyon sikeres projektet fogunk ma lezárni. Elmondhatom, hogy ez egy nem könnyű munka volt, hiszen egy olyan szegmensbe kellett dolgoznunk, amelyen Komárom-Esztergom megye kimondottan jól teljesít. Munkanélküli polgártársainknak próbáltunk segíteni abban, hogy elhelyezkedjenek, és mint tudjuk, ez Komáromban egy nagyon jó mutató, 2-3%-os munkanélküliségnél elég nehéz ezt a célcsoportot mozdulósítani. De mégis sikerült, elmondhatom, hogy több mint 200 embert tudtunk bevonni, és több mint 150 ember talál gyakorlatilag munkát magának. Reménykedünk benne, hogy ezeknek a személyeknek a döntő többsége 6 hónapon túl is foglalkoztatva lesz, sőt reméljük, hogy több mint 60 ember az tartós foglalkoztatást fog elnyerni. Elmondhatom, hogy a foglalkoztatók 90%-a kis és középvállalat volt, ez célunk is volt, nem is számítottunk arra, hogy a múltig fognak itt ebbe a programba bekapcsolódni. Ez a gazdaságfejlesztési politikánknak is része. Az, hogy ez paktum, az nyugodtan mondhatom, hogy lepaktáltunk az Európai Unióval és a magyar állammal, hiszen az Európai Uniós forintokat, azokat a kormányhivatallal szoros együttműködésben helyeztük ki. Meg kell köszönnöm a munkáját mind a helyi járási hivataloknak, mind pedig a kormányhivatal kollégáinak, hogy ilyen sikeresek tudtunk lenni ezen a területen. Meg kell még említenem, hogy elkészült egy gazdaságfejlesztési program, amelyet a területfejlesztési Kft.-nk készített el, valamint bevontuk a Komárom-Esztergom megyei TDM Kft.-t is, amelynek szintén alapítói vagyunk, ők pedig egy olyan turisztikai projektet raktak össze, amelyben látható, hogy hol lehet még olyan aktivitásokat ezen a területen végezni, ahol esetleg munkahelyteremtés lehetséges. Mondanom se kell, hogy például a helyi termékek előállításának területén ez egy nagyon fontos tényező lehet. A másik az a területi ingatlan kataszter, amelyet ma már mindenki használhat, ez szerintem egyedülálló az országban, amelyet szintén a Komárom-Esztergom megyei területfejlesztési Kft. Készítette. Gyakorlatilag feltérképezésre került a teljes olyan ingatlan állomány, amely valamilyen vállalkozásra alkalmas ebben a megyében. Ez egy elektronikus felületen bárki számára elérhető, sokkal könnyebben tudnak találni területet maguknak azok a befektetők, akik itt szeretnének vállalkozni. Elsőnek indultunk, elsőnek zárunk, de nem fejezzük be, mert még egy pályázatot be fogunk adni, hogy ezt a munkát folytatni tudjuk.